Gyermekáldás és családvédelem. Kedves barátaim! Előadásom célja a tavaly tavasszal ismertetett családvédelmi akciótervnek az ismertetése, melyel a magyar állam az évtizedes negatív demográfiai trendet, a lakosság csökkenés kívánja megállítani, és ha lehet, megfordítani. Ez egy átfogó nemzetstratégiai beavatkozás részének tűnik, és érdeklődéssel olvastam részben az általános jólétet emelő hatása miatt is, de részben a stratégiai cél véget is, amellyel egyetértek. Röviden az akciótervről részleteiben, a magyar nemzet közleményéből. A családvédelmi akcióterv 7 eleméből 4 fog életbe lépni 19. július 1-ével. Ezek közé tartozik a fiatal házasok babaváró támogatása, a családi otthonteremtési segély és kedvezménynek a kibővítése, ez már 5 éve zajlik. A családok jelzáloghitel tartozásának enyhítése és elengedése, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. A tervek szerint a nagyszülői gyermekgondozási díjat és a 4 gyermekes családanyák személyi jövedelmi adó elengedésére 2020. januárjában kerül majd sor. És a kormány ígérete szerint 2022-re minden olyan kisgyermeknek lesz férőhelye, kit szülei bölcsödébe kívánnak adni, ehhez pedig mintegy 20 ezer új helyet kell kialakítani az elkövetkezőkben. A programok jó része hitelkedvezményes jellegű, bankokon keresztül kerül megvalósításra, szerződéskötéssel, a feltételek, támogatási összegek, azok tartalma és kölcsönök esetén a visszafizetési részletek is változóak, de meglehetősen nagyvonalúak és lényeges kamatelengedést is lehetővé tesznek. Ezek a programok egyébként kombinálhatók is, tehát egy fiatal pár több részkedvezményben részesülhet, és így egy 3 gyermeket vállaló fiatal pár maximálisan 35 millió forint támogatásban részesülhet. Erre persze nem csak az érdekeltek figyeltek fel, az Európai Uniót a magyar állam és a bankok közötti megállapodás részletei aggasztották. A liberális média nem különösebb szimpátiával, inkább bírálóan viszonyult ehhez az egész programhoz. A médiát annak okai, demográfiai és az általában ösztönzése zavarta. Azt az állami beavatkozást, melyet demográfiai leggyakrabban negatív trendet kíván megfordítani, natalizmusnak nevezik. A globalista liberális média képviselőjének, a The Economist lapnak a tavalyi februári számában, egyik februári számában jelent meg a Family Fortunes, azaz Családi Vagyonok címmel egy írása, mely bírálta a magyar kormányzat családtámogató, gyermekvállalást ösztönző kezdeményezését. Hatásossága nyilván a jövőben derül majd ki, írta a cikkíró, de kétkedik kimenetelében és őszintességében is. Inkább politikai szándékot, a választók kegyének keresését gyanítja mögötte. Megjegyzi, a program költsége 2020-ra a magyar nemzeti összterméknek, a GDP-nek mindössze 0,3%-át teszik ki, de így is aggódik a programcsomag inflációt fokozó hatása miatt. Magyar szekrétőre hivatkozva pedig megkérdőjelezi majdani társadalmi demográfiai eredményességét is. Ha eredményes is lenne, a megszületendő fiatalok úgyis emigrálni fognak majd. Az írás sandasága, rosszindulatú hangvétele egy szerkesztőségi levél megírására sarkalt, amit el is küldtem a szerkesztőségnek, ők nyugtázták is,
jelezve, hogy majd esetleg közlik, de ebben folytatás nem történt. Közben sorra beindultak a családvédelmi akcióterv egyes programjai, a megszabott tervezett időben és rendben, a magyar lakosság érdeklődésével és jóváhagyásával kísérve, és már kezdettől fogva igen komoly részvétellel. Az akciótervet a kormány nagy figyelemmel kísérte, és időnként a vonatkozó tájékoztatást is felfrissítette. Én Novák Katalin család- és igazságügyi államtitkárnak a magyar nemzetben időszakosan megjelenő tájékoztatásaiból értesültem haladásáról. A koronavírus járvány a program lebonyolítását nem akadályozta meg, az anyagi feltételek biztosítva maradtak és úgy maradnak a jövőben is, és a program iránti érdeklődés, a jelentkező és résztvevő párok száma is folyamatosan nőtt. Időközben a The Economist újra jelentkezett, most már egy egész Európai Unióra vonatkozó, bíráló, szarkasztikus hangú írással, mely a natalizmust diszkreditálja, óhajtja diszkreditálni. Ezt az írást, mely az idei január 25-i számban jelent meg, azt tette időszerűvé az lapszámára, hogy az Európai Unió a keleti tagállamok unszolására foglalkozni fog a népszaporulattal, annak serkentésével, és ennek már egy biztosa is lett. Ez az új natalizmus a legerősebb Kelet-Európában, ahol egyes országok már be is vezettek ilyen szerű intézkedéseket, így Lengyelország, Észtország és Magyarország is. Ebben lényegében nincs ellentét Kelet- és Nyugat-Európa között, például a német és a francia kormány is hoztak hasonló intézkedéseket korábban. A natalizmus sem új, már a rómaiaknak is voltak hasonló célzatú jogi rendelkezéseik, és persze beszámolóra kerül a német és olasz fasiszták igyekezete is a vonatkozásban. A natalizmust egyébként az adófizetők száma csökkenésének és a migráció megelőzésének a szándéka is motiválja. A cikk szerint ez ritkán és mérsékelten eredményes, az államok a pénzt amúgy is azokra költik, akik egyébként terveznek gyermekeket maguktól is. És itt jön a bírálat a magyar állam felé, melynek aggályai a szerzés szerint a xenofóbia felé húznak. De más szándékok is vezethetik az európai kormányokat, így a szavazatvásárlás, illetve a jóléti állam kiterjesztése. És rosszabb célok, amelyek szintén közbejátszhatnak ebben a szándékban, a nők jogainak a korlátozása, a munkával való részvétel és a odavaló visszatérés akadályozása, és az abortusz, a művi elvetés tiltása is itt szerepelhet. Itt megint bejön a magyarok bírálata, mert a szerző szerint egy tavalyi budapesti demográfiai konferencián az abortusz ellenesek kiemelten lettek szerepeltetve. A következtetés, a natalizmussal vigyázni kell az Európai Unióban, mert abból is van kétféle, egy jó, tolerálható is, és egy rossz is. A legkülönösebb írás, melyet a témában olvastam, a London Review of Books szemléző lap idei március 5-i számában jelent meg. Szerzője egy Meehan Chris nevű írónő, aki a Columbia University New Yorki Egyetem alkalmazottja, és esetenként ismeretterjesztés vita cikkeket közöl különféle lapokban. Igen sokat biológiai, környezettudományi és klimatológiai témában. Az írás címe Is it okay to have a child? Azaz, gyermeket vállalni rendben van? Milyen Krisznek van egy fia, az írás a gyermekszülés nehézségeivel nek a leírásával indul, ez követi annak tárgyalása, hogy fejlett országokban az, hogy válasz-e gyermeket, vagy sem, egy szabad egyéni döntés eredménye, pozitív és negatív irányban egyaránt.
Szerinte döntéssel és dilemmájával előbb-utóbb élete során mindenki találkozhat. Az írás igen nagy terjedelemben foglalkozik a most zajló klímaváltozásnak a demográfiai vonatkozásaival, amiket teljesen apokaliptikus szemszögből vizsgálja. Szerinte a dekarbonizáció, azaz a fosszilis energiahordozók, szén, földgáz, kőolaj használatának mielőbbi és teljes megtiltása behelyettesítés elkerülhetetlen, ha a Földet, jelen állapotát, élhetőségét és az emberiséget meg akarjuk tartani. És a demográfiának is szerepe van ebben, a népszaporulat, melynek további fokozódása nagyban hozzájárulhat a klímaváltozás gyorsulásához, mindenképpen csökkentendő. És így aztán a gyermekvállalás döntése személyesen egy morális, etikai dilemmává válik, amit mindenkinek át kell gondolnia, és ők is átgondolták. Kétes pontossággal szerintem, de kiszámolták, hogy egyel kevesebb gyermek, mint egy 58,6 tonna szénkibocsátással kevesebbet jelent évente. Persze a termékenység globális csökkentése nem egy könnyen megvalósítható beavatkozás. Nemzeti szinten Kínában volt egy időszak, mikor egy gyermekben szabályozták a megengedett szaporulatot páronként, ez sikeres is volt, most már fel is oldották. De az is lehetséges, hogy a század végére megáll az emberiség növekvő gyarapodása, úgy 11 milliárd körül stabilizálódhat. Ebben segíthet még az extrém vegetarianizmus és az extrém környezetvédelem is, amit a szerző ökofasizmusnak is nevez, és ide jönne a negatív születés, szabályozás és családtervezés is. A szerző élete párjával együtt alaposan átgondolta a gyermekvállalás etikai vonatkozásait az említettek mentén. Lehet-e, érdemes-e vállalni gyermeket, s arra a következtetésre jutottak, hogy nem vállalni a gyermeket nem elég értelmes és erőteljes válasz a klímaváltozás és a fosszilis energiahordozók használata dilemmájára. Nekem őszintén ez a következtetés kissé zavarosnak és nyakatekertnek tűnik. Írását így végzi. Mit hoz a jövő, ezt nem tudhatjuk, de a remény a még nem ismeretes vagy felfedezett klimatológiai megoldásokra, változásokra megvan. Náluk egyébként a gyermekvállalás mérlegelésénél semmi más tényező, vagy azoknak etikai vonatkozása, így a gyermekáldás öröme, a családi szempontok, a család fenntartása, gyarapodása és nemzeti vonatkozások egyáltalán fel sem merültek. A szerző egyébként nincs egyedül a gyermektelenség választásánál, ez a 35 évesek sorában meglehetősen elterjedt jelenség, és az okok között etikai, az ismertetett etikai vonatkozás is szerepel, persze a nagyon hangsúlyos gazdasági szempontok mellett és a kulturális változások mellett is. Ennek eredményeként például az Egyesült Államokban a gyermekszaporulat 2008 óta 20%-kal történt. Tehát a reprodukciós rátát már az amerikai társadalom nem éri el. Lássuk akkor, hogyan alakult a magyar program sorsa, a demográfia helyzet az elmúlt évben. Most július folyamán a program beindulásának egyéves évfordulóján jelentek meg újabb statisztikák, melyek ezt az értékelést lehetővé teszik. Így, a babaváró támogatás mintegy 100 000 fiatal pár vette igénybe eddig, összesen 738 milliárd forint támogatással eddig. A családi otthonteremtési kedvezmény, mely 5 éven működik, de ki lett terjesztve, és maximálisan 10 milliós forintos támogatást jelenthet a fiataloknak, ez ki lett terjesztve, most már alkalmazható új lakásokra is
és az ullakások és a városok mellett faluban és használt házakra is. Ezt ezidáig 145 ezer fiatal vette igénybe, 455 milliárd forint értékben. Az autóvásárláshoz kedvezményes hitel, ezt 28 ezer nagy család vette igénybe, a jelzálog kölcsön részleges elengedése pedig a járvány során igen fontos lett. Január 1-től vezették be a nagyszülői gyermekgondozási díjat, valamint a 4 gyermekes anyák személyi jövedelmi adójának az elengedését is, és ezt tervezik a 3 gyermekes anyákra is kiterjeszteni. A demográfiai mutatók alakulása a program beindulása után pozitív lett. Így, idén január és június közötti időszakban 44.250 gyermek jött világra Magyarországon, ami 2291-el, vagyis 5,5%-kal több a tavalyi év ugyanezen szakában regisztrált születésszámnál. Ez a gyarapodás az ország minden régiójában jelen van, a legmérsékeltebb Budapesten, ahol 0,6%. Ugyanakkor a halálozások száma is csökkent, körülbelül ugyanilyen mértékben, így a lakosság fogyás is mérséklődött. A teljes termékenységi ráta is jól növekedett, egy nőre az előző év megfelelő szakában az 1,41-hez viszonyítva most 1,50 lett. Emellett a gyermekvállaláshoz nyújtott lényeges segítség közé tartozik a meddőség eredményes kezelése is. Így beleértve a mesterséges megtermékenyítést is, ezek megfelelő központokban történnek, és költségmentesek az egészségbiztosítás részei. Mindezek egy igen körültekintő akcióprogramot, lényeges anyagi vállalást, körültekintő szervezési, jogi tevékenységet jelentenek, melyet a magyar állam felvállalt, és legalább 5 éven át folyamatosan megvalósít. A program sikerességének nemzetközi értékelése még folyamatban van. Találkoztam egy pozitív értékeléssel, egy Harriet Harrington nevű angol publicista írásában, amely Spectatorben jelent meg, és egy nagyon alapos értékelés, amely a magyar demográfia helyzet történelmi áttekintéssel is foglalkozik. Ez júliusban az Institute for Family Studies alapítvány és intézmény kutatójának, Lyman Stone-nak a tollából jelent meg. A szerző pozitívan értékeli a magyar államnak a kérdéshez való viszonyulását, a programot is, ami az állam átfogó családtámogató intézkedés sorozatának a része. Így módon a családépítő és támogató beavatkozását. Ide sorolja a gazdasági, jogi, alkotmányos és kulturális természetű beavatkozásokat is. Ezek a nemzeti közérzet javulása és az összetartozás erősítésével is hozzátartoznak a házasságkötési kedv erősítéséhez. Ezek házasságokat eredményeznek, és mindenből következik a gyermekvállalás fokozódása, a jelen magyar baby boom is, írja a szerző. Köszönöm figyelmeteket, köszönöm azt a munkát, amelyet virtuális ittott megszervezői és technikai megvalósítói tettek, és ha az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdéseitek vannak, forduljatok bizalommal hozzám, e-mail címem hunpeter@hatt.net. Köszönöm szépen!